A 12-szeres magyar bajnok, 4-szeres bajnokok ligája győztes szegediek a legerősebb összeállításban léptek dobóállásban Nyíregyházán. A hazaiak viszont sérülés miatt nélkülözték legeredményesebb játékosukat, Szlovenszky Tibort. A két csapat őszi találkozóján valamennyi belső szettet a szegediek nyerték, ezúttal viszont Szlovenszky Attila már az első körben elvett egy játszmát ellenfelétől. A második körben Ráski János közel állt a bravúrhoz, ő 2-2-re végzett ellenfelével, aki több ütött fájának köszönhetően vitte el a csapatpontot. A zárósorban Szegő Levente és Hakker Dezső is nyert egy-egy szettet, de a mérkőzés 8-0-ra vendégek élet, viszont a nyíregyháziaknak sem kell szégyenkezniük teljesítményük miatt. A hazai pályán nekünk az volt a célunk, hogy két hét múlva a sorra kerülő rangadóra, ami a Salgósz csapatával játszunk, sorsdöntő mérkőzés, ahhoz egy jó erőfelmérő kell ehhez a szegedi csapat ellen, akik tényleg a világ egyik legjobb csapata. Mondhatom azt, hogy többszörös világbajnokok játszanak benne, úgyhogy próbáltunk helytállni, úgy érzem, hogy kicsit fába elmaradtunk attól, amire én számítottam, de két hét múlva van rá lehetőség a javításra. A hatszoros világbajnok Kis Norbert 625 fás teljesítménnyel járult hozzá csapat a győzelméhez. Nekem ez külön kihívás volt, hiszen ebben a szezonban picit gyengélkedek eredményügyileg. Most a héten ugye közeleg a BL döntő és közeleg a világbajnokság. Egy pici stílusjavítást csináltunk egy kemény munkával, és nehéz pályára érkeztünk ide, viszont egy nagyon eredményes és a hazai pályán nem lebecsülendő csapathoz, úgyhogy mindenféleképpen teljes gőzerővel készültünk erre a mérkőzésre, és ugye ez meg is mutatkozik az elért eredménybe. A szegedi tekéző meghatározó játékosa a magyar válogatottnak. A nemzeti csapat a májusi németországi világbajnokságon szeretne ismét felállni a dobogó tetejére. Ez egy hatalmas cél, ugye nagyon régóta ott van a magyar válogatott, itt a magyar válogatott is az élvonalba, és főleg, hogy most is szintén Németországban rendezik meg, és a házigazdát, mindig őket a legnehezebb legyőzni, hiszen mögöttük áll egy hatalmas nagy szurkolótábor, aki mondhatni azt, hogy ebben a sportágban az a hetedik ember a csapatban. A Superliga tabelláját a Szeged vezeti 32 ponttal, megelőzve az egyaránt 31 pontos Lépcelakot és Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub 9 ponttal a bennmaradást jelentő 9. helyen áll a 12 csapatot számláló mezőnyben.